Szervusz, Misikém. Jó napot. Szervusz. Húzz egyet mindegyik tantárgyból, amelyikből érettségizel. Ez a nyelvtan, az irodalom, történelem, az pedig az angol. Hát nem is tudom. Én mindenből az egyest választanám. Az a szerencse számom. Nekem a 8-as. Te tudod. Érti, mit jelent az, hogy distribution? Szóvá kell. És semmit csak eszembe jut. Hoppa. Itt is van már a rendező, van egy bennő, szervusz, és azért akadt bennem a szó, mert hogy Edith volt olyan szorgalmas, hogy elment, és meg is néztem ezt a filmet. Ó, de jó, másnak is tanácsolom. Más élményekkel tud itt beülni a beszélgetésre. De nagyon különleges a film, majd mindjárt kitérünk a részletekre. De bennő, kérlek, mondd el nekünk, hogy alapvetően az a sztori miről szól, és hát hogyan pattant ki a fejedből? Amikor 18 éves voltam, akkor arról álmodoztam, hogy de jó lenne, hogyha amit elrontottam, azt visszacsinálhatnám, visszamehetnék az időbe, csak egy picit kellene máshogy döntenem, és akkor minden sokkal-sokkal jobb lenne. Igazából az első gondolatcsirák akkor jutottak eszembe, ez egy időutazós film, az Anox kockázatok és mellékhatások, 18 éves fiúról szól, aki egy gyógyszer kísérletben vesz részt, és van ennek a gyógyszer kísérletnek egy érdekes mellékhatása, ha egy bizonyos speciális házi pálinkát iszol, akkor visszaugrasz arra a pillanatra, amikor a legutolsó Xanox tablettát bevetted. Nagyon különleges a film egyébként, mert én nem tudnám megfogalmazni, hogy ez milyen műfajú is. Van itt minden. Kicsit romantikus film, kicsit sci-fi, de közben van ez az időugrásos része. Ti hogy határoznátok meg? Nehéz meghatározni, de mindez, amit mondtál, ez benne van. Tehát nehéz volt plakátot is fotózni, mert egy plakátra vígjátékot, krimit, drámát, romantikus filmet, mindent nagyon nehéz belesűríteni, nem is lehet, úgyhogy végül a vígjáték mellett döntöttünk a forgalmazóval. Nagyon sok humor van benne, talán ez a legjellemzőbb rá a vígjáték, de van benne sci-fi elem, gyilkos, szerelem, minden. És nagyon különleges a humora egyébként, annyit elárulok. Köszönöm szépen. De ha már a humor meg véget, én úgy tudom, hogy azért nem kell egy végig teljesen happy filmre gondolni és számítani, ennek mi volt az oka? Én szeretem az olyan filmeket, amik nem ezek a tipikus, túlvilágított, nagyon steril vígjátékok, hanem akár még drámai elemek is megférnek benne. Egyik kedvenc filmem például a Benigninek az Élet szép, de ez nem annyira brutális ez a film, mint az a film, viszont egy kicsit vannak benne sötétebb tónusú jelenetek is. Nagyon nehéz volt ennyire különböző műfajokat ötvözni, és ráadásul úgy humorosnak maradni, hogy benne vannak ezek a sötét vonalak. És hát nagyon rövid idő alatt forgattátok le. Igen, 19 nap állt rendelkezésre. Hihetetlen. Azért, mert kaszkadőr jelenetek, akció jelenetek, vidéki forgatás, sokféle helyszín, sokféle színész, civil szereplők, tehát nagyon, nagyon költséges vállalás, viszont első filmeseknek a Nemzeti Filmintézet az inkubátor programban megszab egy keretet, erre lehet pályázni, beadtuk, így tudtuk megvalósítani, hogy 19 napot forgattunk, de a Ron Walter Judittól és a Sparkstól kaptunk 2 darab kamerát, így hát egy csomó jelenetet 2 kamerával tudtunk fölvenni, és ez meggyorsította a munkát. És egy időhurkos filmnél mondjuk egy-egy helyszín többször vissza is tér, tehát lehet, hogy ez is rövidíti valamest a munkát. Igen, igen. Viszont ami még fontos szerepet játszik ebben a filmben, a szereplőkön kívül, az a zene. Árulj el nekünk erről valamennyit, hogy kit vontatok be a film zenének az elkészítésébe. Hodová Milán zeneszerző nagyon jó munkát végzett. Van a filmnek egy klasszikus amerikai műfaji filmekre jellemző nagyzenekari hangzása, de emellett van benne egy csomó popzene is, emiatt könnyűzenei hangszerek is belekerültek ebbe a nagyzenekari filmzenébe, gitár, dob,
és elektronikus elemek is, az pedig a sci-fi vonal miatt. Olyan könnyű zenei betétek vannak benne, mint például a Richard Gere zenekarnak több dala, vagy Onodinak egy új dala, ami ebben a filmben hallható először, május 26-ától megy a mozikban, a Végek főcímben hallgatható meg, úgyhogy végig kell ülni a filmet, aki emiatt a dal miatt megy be. Egyébként nagyon különlegesen dramaturgiailag is ez a zene megsegíti elég jól a filmet. Kicsit beszéljünk a szereplőkről. Mesélj, hogy honnan válogattad őket. Említetted, hogy nem nagyon szereted, hogyha így, nem tudom, ilyen a film, hogy így nagyon megcsinált. Igen, és igen, ezt éreztem a színészi játékon is. Szerettem volna ízig-vérig magyar filmet készíteni, hogy ráismerjenek egy vidéki iparvárosban játszódik. Aki vidéki iparvárosban él, az ráismerjen az épületekre, az emberekre, a panel lakásokra. Van benne sok civil szereplő is, akiket szintén nagyon nehéz volt megtalálni, mert az kellett, hogyha az arcukba tolnak egy kamerát, akkor is tudjanak hitelesen viselkedni, és hogyha így belevilágítanak a szemükbe, akkor is életű legyen a játékuk, holott soha életükben ilyet nem csináltak. És van benne nagyon sok profi vidéki színész, akiket kevésbé ismerünk, de nagyon hiteles a játékuk. Így hát azt is gondolhatnánk akár, hogy ők is civilek, de nem, nagyon jól össze vannak szerintem téve ezek az emberek, nem ugranak le egymásról. És hát a 18 éves főszereplők meg ugye azért nem lehetnek híres színészek, mert szerettem volna, hogyha nem 30 éves emberek játsszák el, hogy középiskolások, hanem valóban 17-21 év közötti fiatalok, csak és ők még most ugye végeznek, gondolom. Iskolába járnak, igen. Hát úgy, mindenkinek ajánlom a filmet, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.